akkor legutóbb itt volt Gyuri. Egyébként ő az, aki most újra velünk használt a csomagokban. Ő az, akit újra meghívtunk szerintem. Ő az első, aki másodszor van. Igen, ő az első, aki másodszor. Jó, ha én lennék a második, aki először. Szóval nem tudom, mennyien voltatok ide, én kitáltam, és egyszerűen valahogy nem ugrott be. Tehát a Gyuri azóta is szégyellem magam, hogy a nevedet valahogy... Nyugodtan Arisztotelésznek is. Szóval nagyon köszönöm Balázsonk, hogy most lehetőséget adtam. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Gábor Györgyöt. Te Laci, és hogy hívják azon gondolatot? És ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm Éri Balázs. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok, ilyen sokan vagyunk. Itt van Gyuri, új kötete, nemrég jelent meg. Vásároljatok, vegyétek, és nagyon szép estet kívánok. És gyönyörű új zongoránk van. Erről hadnánk egy kicsit. Erről hadd meséljek nektek. Igen. Tehát elképesztő esemény volt, hogy a Kaligram kiadótól a Tóth Cifra Juli lefoglalt egy estet 9-én, december 9-én. A műhelynek meg nekem is december 10-én van a születésnapunk, és erre mindig van egy adott esemény, most már 10 évvel, képmegnyitás címmel. A lényeg, hogy 9-ét lefoglalta Juli, milyen címmel? Csapatépítés. Igen, ez a csapatépítés. Hát beírtam teljes naivitással, semmi rosszra nem gondolva. És akkor az történt, hogy Juli elrabolt engem. Milyen indokkal? Mit mondjak nektek? Mindig itt van nálam a Kaligram karácsony. És akkor én ezért nem pénzt kérek, hanem könyveket. És akkor elmentem 9-én délelőtt a Julival, hogy akkor válogassak ott a Kaligram raktárában könyveket, amiket én ugye cserébe kapok, stb. Visszajöttünk. Még ebédeltünk egy nagyon jó drága Julival. Visszajöttünk, és akkor itt töltöttük az időt, beszélgettünk, stb. És akkor elkezdtek jönni 9-én, december 9-én. Irdatlan sokan. De olyan 60-70%-ban íróbarátok. Elmondhatatlan volt. Hogy mondjam nektek? Tehát nem fogtam fel. Tehát még nekem mindig belefért, hogy ez csapatépítés. Tehát annyira naiv voltam. Közben meg itt kidudorodott a zongora. És azt se vettem észre, tehát teljesen. Annyira hülye voltam. És akkor itt még akkor sem fogtam fel, de kiültettek, és akkor elkezdték felolvasni a neveket. Minden. Tehát körülbelül 25 percig tartott, amíg felolvasztották, hogy ki mindenki adakozott a zongorára. Ide vannak ki? Oda, hát egy része oda van írva, de sajnos Nádas Péter nem tudott eljönni, tehát a neve nincs ott, de ő is adott bele. Szóval nagyon életem legszebb csapatépítése. Most lelépek, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. És akkor kezdve. Azért egy Parányi lábjegyzetet hagytad, nem tudom, hogy tetszettek-e valami. Tehát az írók vették a zongorát. Igen. Azaz, azok a magamfajta publikáló ember. Hát ennyit róluk. Na most ebből az következik, hogy a zenészektől mi majd kapunk néhány A4-es üres papírlapot. Én ezt a könyvet megvettem. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy kittek vagyunk. Laci, sok boldog születésnapot kívántólag is. Köszönöm. Sokat
gondolkoztam rajta, ugye, hogy hogyan tudnak a zenészek sztrájkolni, és úgy gondoltam, hogy én úgy tudok sztrájkolni, ha csendet játszom. De azt nem mindenki tudja, a Csend című remek művemről neveztem el a zenekaromat, és az első lemezemnek is az a címe. Filozófus. Minden zenész filozófus. A kínai zeneköltő axiómája szöget ütött esti Kornél a hírhi zongora művészfejébe. Tom Dunn, a híres zeneköltő, kínai zeneköltő, mondta azt, hogy a legfontosabb hang a csend. A zenésznek volt kellő önbecsülése, ebben hasonlított Haydnhoz, de önbecsülését, és ebben különbözött Haydntól, nem a becsülésre méltó képességei hizalták, hanem mondhatni épp ellenkezőleg. Ezért nem tudott filozófusként gondolni magára. Tehát kézenfekvőnek tűnt, kézenfekvő, 20 éves elmúltam, és még soha nem mondtam ki ezt a szót, hogy kézenfekvő. Tehát kézenfekvőnek tűnt, hogy a teljesség kedvéért, és hogy Isten kegyelméből felszabadulhassunk az ostobaság bűne alól, az esti csend vendégeként valódi filozófust hívni. A filozófus szavaitól a csodazongora verseny tételei, a hang és képzavar kapni fognának egy vajszínű árnyalat. Mintha kibérelném a filozófust. Peripatetikusan leültetném a zongora mellé, ő beszélne a világról, ami körülvesz bennünket. Mondjuk nekem ez a bennünket körülvesz a világról mindig a Love Actually dal jut az eszembe, a Love Christmas is all around, amikor azt az egy plusz szótagot beültetik. Hogy is van a dal? Tén,
Christmas. Tehát, beszélne a világról, ami körülvesz minket, a mindannyiunkat körbeölelő, körbetaszító mindennapjainkról. Én meg jól összezongoráznám, amit mond. Csak könnyű zenét játszanék. A könnyű zene tartalmát és jellegét tekintve nagyon hasonló kategória, mint a zsidó. Egyrészt közszájon forgó szó, melynek jelöltjét állítólag mindenki ismeri, és melyhez számos allantas asszociáció tapad. Másrészt ugyanolyan illékony, definiálhatatlan és elkent, mint a zsidó, mint az alacsony rendű faj fogalma. Ugyanolyan gumi fogalom, amely az uralkodó tetszése szerint bárkire alkalmazható. Tehát csak könnyű zenét játszanék, és ettől a filozófus mondani valója kapni fogna. Aztán eszmét lehetne cserélni. Vagy a filozófus felolvasna a könyvéből, hogy megédesítse a vonatutunkat egészen Bicskéig. Nem Facebook. Ha lenne kérdőjel a címben, válaszolnék, hogy ne félnék a hatalomtól, ami rettegésre épít. A filozófus kérdés nélkül is mondja, nem érdemes félni. Rafinírozott, leleményes, kifinomult, elegáns, pallérozott, finomra csiszolt, csípős, leleplező, nevettető, radikális, haragos, szatirikus szövegeket olvasna, amiben sok a kultúra, mi több, tudomány, tudás is. A tudás, az értelem, a humor és az irónia a pajzs, ami tökéletesen védetté teszi. És a zene is a társadalomban zajló folyamatokról beszélne. Bocsánat, Adorno. A zene is pajzs. Kivérelni a filozófust nem olcsó mulatság, de pénz helyett barátsággal fizetnék. A barátság mifelénk felértékelődött. A szó gazdagabb, dúsgazdag értelmet nyert. Sőt, a barátság kifizetődő, ha például a filozófus helyett egy gázszerelő lenne a barátunk, vagy éppen fordítva egy miniszterelnök. Kutya legyek, ha értem a közvagyoni helyzetet. De nekem filozófus jutott, és nem cserélnék. Én vagyok a gazdagabb. Ha a bérleti idő lejárt, a filozófust eredeti minőségben kell visszaszolgáltatni. Azt hiszem, nem mindenki bérelheti ki a filozófust, de mindenki olvashatja őt.
is a húrók között csapni. Két dolgot hadd mondjak el, ami eszembe jutott a bevezetőből, hogy először is a csendről volt szó, hogy eljátszottad egy saját bűnségesen szép munkádat. Ugye lehetett volna John Cage csendjét is eljátszani. Az még a Strike-hoz tartozott. Igen, ami talán tetszett tudni, egy olyan munka, ugye Cage gondos szerzői utasításaival, aminél egy hang sem hangzik el, az angolista szigorúan a műtjük fölött játszik. Tehát az valóban a hosszú-hosszú percekig tartó csend. 4,5 perc. 4,5 perc, így van. Ami ha gyorsan játszák. Ha gyorsan játszák. Ami nagyon hosszú. Úgyhogy ha ezt tetted volna, akkor én viszont felolvastam volna, és akkor utána tényleg fogunk kellett volna. Felolvastam volna, amikor nem ebből, hanem a legutolsó szakmai munkámból, a történelem hermeneutikájáról szóló könyvben pár oldalt, de talán jó, hogy így alakult. A másik apró megjegyzés, azt mondtad, hogy a kibérelt filozófust majd vissza kell szolgáltatni. Sértetlen. Ezt köszönöm. Velünk filozófusokkal az történt, az szokott történni az utóbbi időben, hogy nem visszaszolgáltatnak, hanem kiszolgáltatnak minket mindenféle hatalomnak, úgyhogy ez még mindig jó. Felolvasnék akkor most egy szöveget, ami még nem ebben a, vagy már nem ebben a könyvben van. Ez az egyik legutolsó szöveg, azért olvasom ezt fel, mert ez elég sok hozzászólást, vélemény, álláspontot kavart itt az elmúlt időszakban. Én viszont fontosnak érzem, mert azt gondolom, hogy valami nagyon mélyen benne van ebben a történetben, és ezt érdemes talán végig gondolni. Bocsánat. Mindenki elmúlt 18 éves. Magyarázkodás és mentegetőzés az alább következő szöveg okán. A helyzet az, hogy egyáltalán nem meglepő módon felettébb megviselt ez a történet, kiváltképp, mint hogy magam is apa vagyok. Akik ismernek, tudják, hogy nem szokásom trágárságokkal teleírni a szövegeimet, de itt nem tehettem mást. Ez a trágárság valójában az ő trágárságuk. És a trágárság alatt legkevésbé az illetlen, durva beszédet értem, sokkal inkább azt a módit és falka eljárást, ahogy immár naponta gyalázzák meg emberi méltóságukban mindazokat, akik nem azt gondolják, amit ők, végtelenségig zűrött romlottsággal alázzák meg a nekik nem tetszőket, és próbálnak bosszút állni mindazokon, akik jobbak, okosabbak, felkészültebbek, tehetségesebbek és tisztességesebbek nálunk. Gátlástalanul kihasználják a hatalom kegyeit, az uralom féltő óvó ölelésében ringatózva gyalázkodnak, és aláznak meg másokat emberi méltóságukban, legyen az illető gimnazista lány, vagy az MTA méltán világhírű elnöke. És akkor azt kérem nagy tisztelettel, hogy egy röpke pillanatra felejtsük el politikai preferenciáinkat, és tegyük félre, ha adnánk le most a szavazatunkat. Tényleg csak egy pillanatra, épp annyi időre, amennyi szükséges az alábbi sorok elolvasásához, meghallgatásához. Hálásan köszönöm. És akkor most gondoljunk arra az üzenetre, amelyet a hatalom a legkedvesebb kegyeltjén át juttatott el hozzánk a minak. Az üzenet arról szólt, hogy kedves anyukák és apukák, nagymamák és nagypapák, jól figyeljetek, hegyezzétek fületeket, nyissátok nagyra a szemeteket. Ha a gyereketek valami olyat tesz, amit mi nem tűrünk, például a kokáért csúnya vagy közönséges szóval illeti brancsunk bármelyik tagját, akkor meglátjátok, országvilág előtt fogjuk őt kreténnek, nyomorultnak, baromnak, rohadt kis prolinak nevezni, igen, a te gyerekedet vagy unokádat, igen, azt a kretént, akit szeretsz, aki a mindened.
ha a gyereked ekkora állat, nyomorult, kretén, barom, proli, ha ilyen kölköt voltál képes felnevelni, te rohadék, akkor vésd jól az agyadba. Szépen beülünk a tévéstúdióba, abba, amelyikbe csak kedvünk van, bármelyikbe. Szívünk fölött a pártakönyvünkkel, 5-ös, 6-os, 2-es, 17-es, 1-es, 228-as számúval, tök mindegy. A kamerán át belenézünk a pofádba, és elküldjük a picsába a szarházi kölködet. És még azt is megtesszük, hogy ráúszítjuk az engedelmes és kézből etetett lakájsajtónkat, nagy ívben teszünk a rohadt kis nyomorult kölköd személyiségi jogaira, parancsszóra kikérjük, és meg is kapjuk, úgy bizony, az összes személyi adatát az iskolától, az óvodától, a bölcsödétől, az orvosi rendelőtől, vagy ahonnan csak akarjuk, mindent megtudunk róla, s ha úgy van kedvünk, s legfőbb vezérünk érdekei úgy kívánják, akkor a büdös, proli, kretén, nyomorult, barom, kölköd összes adatát gátlástalan aljassággal meghamisítjuk. Special thanks to Finkelstein, Birnbaum, Havony, Putyin, orosz fake news multivállalkozás. És a hazugságainkat a mindenre kapható bélsajtósainkon és szellemi verőlegényeinkkel keresztül közzétesszük a sajtótermékeknek álcázott feljelentő és lejárató fórumainkon. Így etest hát a büdös, nyomorult proli kölyködet, akit persze bármikor szarrá is verethetnénk, most még örülj, légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy a legmocskosabb szájú keletlegényünket küldtük a büdös kölyködre, hogy a nyomorult kis proli végre befogja a büdös pofáját, és kusoljon a szarházi, ahogy azt mindig is elvártuk. A proliktól, a cselédektől, a rabszolgáktól. És kedves anyukák és apukák, nagymamák és nagypapák, ha attól sem nyílik ki a bicska a zsebetekben, hogy immár szabadon gyalázhatják a gyermekeiteket és unokáitokat, tekintet nélkül életkorukra, és csak arra ügyelve, hogy lehetőleg ne álljon mögöttük semmilyen erő és hatalom, ami a gyalászkodók mögött annál inkább ott tornyosul, pénz, paripa, fegyver, írott és elektronikus sajtó, rendőrség, közigazgatási bíróság, megfélemlített tanárok és iskolaigazgatók, minden és mindenki. Szóval, ha ezt is megtehetik veletek, ne csodálkozzatok majd azon, hogy a nyomorultnak, ócska kis prolinak, kreténnek és baromnak nevezett gyermekeitek az első adandó alkalommal fogják magukat, és szépen, ahogy kell, elmennek innen, minél messzebbre ettől az útvaros trágyadomtól, ettől az aljadék mocsoktól, de semmi vész, csak felpattantok majd 70-80-90 évesen a fapadosra, utaztok 2-2,5 órát, és már is láthatjátok néhány napig a kretén, barom, ócska kis proli lányaitoknak vagy fiaitoknak boldogan mosolygó gyermekét, az unokátokat, még talán magyarul is fogtok tudni velük beszélgetni valamit, velük, akiknek fogalmuk sincs és nem is lesz, hogy a szüleiket egy talpig nemzeti keresztény hatalom minősítette kreténnek és baromnak, nyomorultnak és prolinak. Mert ha egyszer mégis megtudják azt, ami történt, ők is felülnek szépen a fapadosra, hazajönnek egy kicsit, és illendő szavakat használva, vagy bazdmegelve, káromkodva, vagy fütyűrészve, úgy fogják pofán verni ezeket a piszkos, gatyás, bamba üzengetőket, és az üzengetők összes aljas és gyáva szócsövét, ahogy ezt nektek kellett volna megtennetek. De nem tettétek. Thank you.
furcsálom. Nem jössz ezt, hogy furcsálom. Egyszerűen nem értem a kettős irányt. A vulgaritás kifejező erejéről nyitott álságos és képmutató vitát. Én még soha nem hallottam írástudó embertől, hogy a káromkodás, vagy bármilyen indulat, citok szó, irodalmiatlan is nem lenne szabad használni. Mindig csak az írni nem tudóktól hallom, meg a Szaluki Ágitól, akitől innen üdvözlöm. A Kanadai Magyar Hírlapban megjelent egyszer egy írásom, arról szólt, hogy nem annyira jó itt magyarnak lenni. A következő választ írta nekem egy hozzászóló. 2000, mit tudom én, 5, 6, 8, nem tudom hány éve, sok éve. Ha megtalálom. Nem találom meg. Mindegy, szóval utolsó libzsi büdös balfasznak, meg nem tudom minek, megvan. Te nem vagy magyar, maximum egy hungarofób, kozmopolita, istentelen büdös lipsi, sőt, mi több, egy undorító balfasz vagy. Épp ezért akarod Magyarországról. Ezt egy magyar nevű kommentelő írta a Haza Szeretet című bejegyzésemre. Hát pont erről beszélek, nyuszomuszó. Kozmopolita, hungarofób, istentelen büdös lipsi balfasz vagyok. De miért akarnék olyan halmazhoz tartozni, nevezhetjük akár nemzetnek is, amiben a magyar képviselte magyarokkal kellene bármilyen közösséget vállalni. Kozmopolita. A sértést életemben először zongora órán hallottam, Hidvégi Irma néni mondta Bartokról nagy tisztelettel, világpolgár. Szó sem volt semmiféle hazafiatlanságról. A legkülönbözőbb népek, nemzetiségek egyenrangúságáról, zenei kultúrájuk, Bartók által hangsúlyozott egyetemes értékeiről, határokon túlívelő emberségről, emberiességről volt szó. Lásd még mikrokozmosz. Hungarofób lennék? Ezt a betegséget eddig nem ismertem, de ha az a tünete, hogy felfordul a gyomrom a gyűlölködő primitív nacionalizmustól, képmutató, hazug, mindenféle képzelt ellenségek fölé kerekedni akaró magyarkodástól, akkor hiába is fordulnék kezelőorvosomhoz, gyógyszerészemhez. A megkönnyebbülést csak egy intelligensebb társadalomtól várhatnám. Istentelen vagyok, a szó szoros értelmében nem érzek magam fölött irányító megbocsátó akaratot, tehát minden cselekedetemért vállalnom kell a felelősséget. A büdös lipsiből a büdös bánt. Balfasz lennék? Lehet. A szó összetétel előtagját, hímtagját elemzem, a balság számomra mindig önzetlenséget, nyitottságot, progressziót jelent. Ha a hím utótagot, akkor inkább az örömszerzés képességére, a szaporodás szimbólumára mondom. Magyar szerint tehát nem vagyok magyar. Abban az értelemben, amit számukra ez a kirekesztő gyűjtőfogalom jelent, valóban, tudatosan nem. Nem akarok közéjük tartozni. Ezért el kell mennem Magyarországon. Talán még nem, és most azért írok, hogyha egyszer elmegyek, az a saját, szabad akaratomból történjen. Egy G-durban íródott kompozíciót szeretnék eljátszani, mert van hozzá illusztráció. Ó, nyögte esti. Így, rövid, de igen nagy óval. A G-durban egy. Összekelt van a sorbara. Wow. Kereszt van. A fasz. Tóthiba. Azért megmutatom egybe is, hogy biztos legyen az üzenet célba ért. Thank you.
Így? Vagy hogy? Így jó? Nem, fordítva. Izraelben jó. Tehát a G-dur és a fix. Évek óta összebeszélünk. Te most rögtön itt jelented fel önmagunkat? Na most, én nem féltek. Tudnélik, két dolgot mondtál itt az imént, és erről két rövid posztom jutott az eszembe, amelyek már ebben a könyvben találtuk. Ugye az egyik dolog, amire felkaptam a fejem, amikor, hát, hogy mondjam, beszéltél arról a jobb, nem, bocsánat, bal örömszerzésre alkalmas Na most, erről eszembe jutott egy posztom, ez 2015-ben született, tehát már azért odébb van. A poszt főhőse azóta már magasabbra jutott, mint ahogy itt én emlegetem őt. Ugye három év nagy idő, de hát mégiscsak ez az örömszerzésre alkalmas testrész is lette, neki köszönhetően ezt a posztot. Így hangzik. Lánci András az... Nem őt! De ha idézünk, pontosan. Szóval Lánci András
századvég alapítvány kuratóriumának elnöke, Orbán Viktor udvari filozófusa és ideológia barkácsolója, amúgy a Corvinus Egyetem filozófus professzora, azóta már rektora. A minap egy rendkívül alapos, átgondolt, mélyreható, a metafizikai összefüggéseket is boncolgató, teoretikus igényű eszmefutatással ajándékozta meg a nemzeti együttműködésben rendíthetetlen szilárdsággal munkálkodó magyar népet, és gondolatfutamának egy helyén az alábbi útmutatással szolgált mindannyiunk épülésére. Idézem Lánci professzor. A nyugati civilizációban a szexualitás és a gyermeknemzés technikai értelemben is külön vár. Most aztán törhetem a fejem. Mert eddig azt voltam bátor hinni, hogy technikai értelemben, már ami az input formál eljárási processzusát illeti, feltéve persze, ha a sikeres inputhoz elengedhetetlen és az input befogadására alkalmas instrumentumok és apparátusok a maguk technikai teljességében és állapotában rendelkezésre állnak, technológiáját és szisztémáját tekintve azonosnak mondható, mindaz amúgy persze ideológiailag és világnézetileg, akár paráználkodásnak is nevezhető gyönyörszerzés, és a nemzet ügyét előrelendítő, hazafias kötelességnek számító gyermeknemzés esetében. Most már Lánci professzor óta tudjuk, hogy egy nagy túrót. A két eset technikailag elkülönül, mondhatni divergál. Miután az ördögtől adott, romlott, dekadens, diabolikus, infernális és szekuláris nyugati világ esetében megszűnik a korábbi egység és technikai azonosság, s helyét egyfajta manikeus dualizmus vált. Minden esetre a Lánci féle szexuális... Hadd ragadjam meg az alkalmat, nem értem ezt a két szót az előbb. Manikeus dualizmus. Majd a végén elhagyom. Most, hogy élőben itt... Te szóltam én közben, hogy nem értem azt a fiszt. Szóval minden esetre a Lánci féle szexuál technológiai okfejtést szerényen és kellő alázattal kiegészíteném azzal, hogy a szorosan vett technológián túl persze valóban eltérhet egymástól a pusztán csak szexuális örömszerzés, illetve a gyermeknemzés okán és szándékával végbe menő esemény, ám de az ehhez szükséges eltérő technikákat messze nem a romlott nyugati civilizáció ismerte fel, és alkalmazta először. Lánci kedvéért nem említem a pogány, görög vagy római metódust, ahol az azonos neműek gyermeknemzésre garantáltan nem törekvő technológiája miként volt hivatott betölteni a csakis szexuális örökszerzés célját szolgáló aktust, nem nevezem meg a Káma Szutra vonatkozó lókuszait, mint hogy egy idegen szexuális tanítás ne foglalja el a magyar szexuális doktrinák helyét, ne vegye el a magyar szexuális hagyományok magyaros örömét és kultúráját, ám említem a biblikus hagyományt. Lánci professzor bizonyára nem hallott még a bibliai onánról, de a Biblia által leírt eljárás talán számára sem teljesen ismeretlen. Idézem Mózes első könyvét. Földre vesztegeti vala el a magot, hogy bátyjának magot ne támasszon. Lánci professzornak bele kell nyugodnia abba, hogy a földre vesztegetett mag további sorsáról a Biblia nem számol. És mondom a másikat, akkor... Csak akkor mondják, hogy azt a két szót ja, hát a manikeusok, ugye a korai keresztény időszakban nagyon sokféle különböző, gondoljuk még el, hogy ugye csak a kártágói zsinaton születik meg a kanonizált szentírás, az új szövetség kanonizált formája. Hát számtalan különböző keresztény szekta működött, így például a manikeusok Mani nevéből kapták egyébként, vagy lett ez az irányzat ismert.
Na most ezek a manikeusok, akiknek egy büdös sora nem maradt fenn, hát mint hogy eretnekké nyilvánította az egyház, de onnan tudunk róluk nagyon sokat, hogy például Szent Ágoston rengeteget vitatkozott a manikeusokkal, tehát nagyon sokszor hivatkozott rájuk, idézte őket, és aztán megcáfolta őket. Nem menjünk most bele részletesebben. A lényeg az, hogy a manikeisták egy kemény, dualista világot képzeltek el, az abszolút jó és az abszolút rossz világát. Voltak éppen nem egy Istent említettek, hanem azt mondták, hogy két Isten van, az abszolút jó és az abszolút rossz elveken nyugvó istenség. És ebből aztán nagyon sok minden következett. Következett például az, és csak egy dolgot hagyj említsek, hogy azt mondták ennek nyomán többen, hogy a zsidók istene az nem azonos a keresztények istenével, a zsidók istene az pusztán csak egy demiurgosz, egy teremtő valaki, de minden esetre a rossz, aki bepiszkította a teremtés során a kezét az anyaggal, ezzel szemben van a tiszta spiritualitás, a tiszta szellemiség, a kereszténység istene. Ez az abszolút jó és az abszolút rossz. Na és a másik dolog, amit akartam itt mondani, ugye a másik, ugye amikor itt felolvastad azokat a jelzőket, amiket te kaptál, te kaphattál meg ettől az úrtól, hogy kozmopolita vagy, hazátlan, bitang vagy, nem is tudom én mi. Hát erről is eszembe jutott egy bejegyzésem, és akkor ezt is felolvastam. Ez 2016. szeptemberben született. Pénteken jelent meg a földművelésügyi miniszter kutyarendelete, amely felsorolja a magyar kutyafajtákat. Eszerint a következő fajták lesznek a magyar kutyák. Drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, komondor, kuvasz, magyar agár, mudi, puli, pumi, rövid szőrű magyar vizsla. És azóta már tonna számra áradnak a hatósághoz írott bejelentések. Íme az egyik. Tisztelt Nemzeti Fajvédő Kutyaügyi Hatóság! Fajtiszta magyar kutyafajta vagyok, hazafias kötelezettségemnek eleget téve kívánom bejelenteni az egy utcával odébb lakó angol bullon. Álláspontom szerint jelenlétével, idegenségével nemzetünk épp testét veszélyezteti, és ez tűrhetetlen. A saját szememmel láttam, amint pár nappal ezelőtt egy kétlábú odament a ház kerítéséhez, nevén szólított ezt a csúnya, nagy orrú angol buldogot, majd egy élet és irodalomba, igen, kérem tisztelettel, egy élet és irodalomba, és naná, hogy nem magyar időkbe, csomagolt csontot dugott át a kerítésre. Magyar csontot idegen érdekeket szolgáló szénylapból, a nemzet testén élősködő baktériumként szaporodó pióca ebne. Továbbá ugyancsak bejelenteni kívánom azt a magyar pulit, amely faji tisztaságunkra fittyet hányva, nemzeti erkölcseinkre nihilista módon nemet vakkantva, fajunk tiszta vérvonalát súlyosan veszélyezteti, miután rendszeresen együtt mutatkozik, és alkalmanként párosodik egy német juhásszal, kimerítve a fajgyalázás égbe ugató védkét. Tisztelt Nemzeti Fajvédő Kutyaügyi Hatóság! Kérem Önöket, hogy mielőbb gyűjtsék be és takarítsák el az utcából az idegen érdekeket képviselő angol buldogot, továbbá a fajgyalázó magyar pulit és a német juhászkutyát. Egyúttal alázatosan szeretném jelezni Önöknek, hogy igen nagy szükségem lenne az angol buldog kutyaházára, a fajgyalázó magyar puli csontos tálkájára és a német juhász szőnyegére, amelyre leheveredni szokott. Bízom abban, hogy hazafias szolgálatomért cserébe a fenti ingóságokat a tisztelt hatóság rendelkezésekre bocsátja. Hazafias morgásomat küldöm, egyúttal kitartást kívánok nemzetmentő küzdelmükhöz, erdélyi kopó! Felolvashatom a vonatkozó szöveget, amit én írtam. Na, 2016, ez március. Dante és Narcisz. La Diabolica Commedia. Dante, esti kornél kutyája, Golden Retriever,
idegen, tehát ugye sajnos szégyenkeznünk kellene, hogy hívják idegen, nemzetidegen fajta. Már az utca végén készülni kezd, pontosan tudja, ahogy a düledező viskó elérnek, az acsargó vakarcs rögtön a kerítésnek ugrik, és torka szakadtából káromolni kezdi az isteneket. Mintha bárki be akarná tenni a lábát nyomorúságos birodalmába. A visszataszító, potrogos, görbelábú Magyarország természetrajzi környezetében kialakult kis dög, aféle mini Kerberosz, csahol, vicsorog, reketten ugatja a kerítés túloldalán levőket. A példa ragadós, egyik kutya másik lehet, hamarosan kutyogatástól zeng az egész környék. Ákossal szólva, a derékház hazaőrzők beteljesítik a kutyai principiumot, önmegvalósításuk legmagasabb minőségve, örökbe fenyegetni a kerítéshez közeledő idegeneket. Dante domestikált, kifinomultságában rosszallóan figyel. Tahó erőszakos, sötét, elaljasodó, gyűlölködő, irigyés, zűlött, proli vircsaftá változott Magyarország, és ez bizony nem könnyű elviselni. Tehát Dante enyhe csodálkozással felismeri bennem a nemzetidegen fajtát. Esti közelébe megy, olyan nyüszögést hallatva, mely elmondhatatlan, szóval ki nem fejezhető lelki kínról és szorongásról ad hírt, míg ugyanekkor az idegen bezárt kutya örgyöngése észrevétlenül vágyódó, siralmasan féltékeny felhangokkal gazdagodik. Esti a törzskönyv és családfa kényes vonatkozásai fölött gyengéd emberségre siklik el, az állatok, lelkiállapotuk testi kifejezésében gátlástalanabbak és őszintébbek, bizonyos mértékben tehát emberibbek, mint mi, gondolja. Olyan szólásmondások, amelyek köztünk már csak erkölcsi értelmezésben metaforaként élnek tovább, rájuk még találnak. Példa, az élősködők napjai gazda állat híján meg vannak számlálva. Ez akkoriban egy nevezetes megjegyzése volt. Talán éppen Bájár Zsoltnak, de most nem veszküszik. Ekkor az utca másik végén felbukkan néhány koszos, csontsovány, halálra rémült, kivert kutya. Az éhségtől, a hidegtől, a félelemtől reszketnek, idegeik pattanásig feszülnek, megugranak minden hangosabb zajtól. Csak ez kell Narcisznak. Habzó pofával tombol, tajtékzik, szinte megőrül dühében, a legdurvább szidalmakat küldi át a kerítésen. Dante segélykérően gazdája felé fordul, de Esti Kornél tanástanul széttárja a kezét. Az egyik nyomorult jószág ilyetében Esti lábainál keres menedéket, a lelke mélyéből felszakadó vinnyogással. A feszültség gyötrelme. Esti vigasztalóan simogatja a buksiját. Ne félj, nem tud kijönni, megvéd bennünket a kerítés. Esti a migráns simogató. A kerítésről pereg a rozsda, hogy rázkódik a dühött támadástól. Narcisz már nincs egyedül, egy idős, vak komondor is csatlakozik a maga erőtlen módján, tán a szukáira vadászó bandák távoltartása érdekében. Narcisz vadul fölugrik a szöges drótig gyalászkodva, mintha Dantét azon nyomban darabokra szaggatná, ha hozzáférhetne. Dante pedig, bár Esti mellett maradhatna, elhaladtukban a kerítéshez megy. Így kell tennie. Tartózkodása belső törvényeket sértene meg. Oda megy tehát, és bal hátsó lábát megemelve, zárkózott képpel véghez viszi az áldozati cselekvényt, halk, gyalászkodás és síralom közepette. Végül Esti kutyája él a szabadsággal, és eltávolodik. Rettenetes pillanat ez, a kerítés mögé zárt ebb számára feltétlenül. Nem tudja elviselni iszonyú indulatában teljes erejéből a rácsnapról. A szörnyű átkozódás szűkölésbe csapált, és végre elnézett. Utójáték. Esti kéthangú füttyelére, amely alaphangból és mély kvártból áll, ahogy Schubert befejezetlen szimfóniájának második tétele kezdődik, ez a jeladás körülbelül egy kéttagú nevet kiáltó hivagatással egyenértékű. Tehát a Esti kéthangú füttyelére Dante vonakodva megfordul, és szomorúan hazafelé indul.
nyilván hoztam le hosszú szöveggel, hogy a láncot azt tovább szőjük. Ez az első, ez 2018 júniusából való. Ma azt mondta Orbán Viktor a közszolgálati magánrádiójában, hogy idézem, Soros emberei nem szeretik a keresztényeket. Akkor hát innen üzenem a mi nagyszerű Orbán Viktorunknak, hogy épp elméjű ember nem szereti a keresztényeket. Miként nem szereti a zsidókat, nem szereti a buddhistákat, nem szereti a manaképzeteket, a vallókat, a kargókultus vagy a tuka mozgalom híveit, de nem szereti az ateistákat, nem szereti a németeket, a magyarokat, a hollandokat és a mikronéziaiakat sem. Épp elméjű ember egyes embereket szeret, személyeket, individuumokat. Keresztényt, ha szeretni való, zsidót, ha szeretni való, magyart, ha szeretni való, ateistát, ha szeretni való, és így tovább. De egy gazember keresztényt, egy gazember zsidót, egy gazember németet, egy gazember magyart, egy gazember polinéziait, vagy egy gazember ateistát miért kellene azért szeretni, mert a gazember amúgy keresztény, zsidó, magyar, ateista vagy zoroasztriánus. Orbán Viktor szereti a keresztényeket? Valamennyit? Hosszú névsorát tudnám nyújtani azon derék tisztességes keresztényeknek, akiket egészen biztosan nem szeret Orbán Viktor. És meg lehet, ők sem szeretik Orbán Viktor. Orbán Viktor szereti a zsidókat? Engem is? Amúgy Orbán Viktornak és körének semmintől Balogon át Káslerig nem az lenne a dolga, hogy szeressék vagy ne szeressék a keresztényeket? Sokkal inkább az, ha már egyáltalán ez felvetődik, és ezzel valamennyien garantáltan jól járnánk, kiváltképp ők maguk, hogy végre megismerkedjenek a kereszténységgel, a keresztény hagyománnyal. Könnyen kiderülhetne, hogy Orbán Viktor nagyon szereti a keresztényeket, kivéve mondjuk az ő eszméivel szögesen ellentétes nézeteket hirdető Jézust. A másik 2018 áprilisából való. Ez egy csodálatos televíziót abszolút nem nézek, ezt valahogy lehet, hogy nem is a tévén láttam, hanem valaki elküldte ezt a műsort, amit hát muszáj volt megnézni, az Echo TV-nek egy adásáról van szó. Ha Tristan Tzara vagy Marcel Duchamp láthatta volna az Echo TV sajtóklub című legutóbbi adását, elszégyelték volna magukat, dadaizmusukat és szürrealizmusukat, kihajtották volna az ablakon. Történt ugyanis, hogy a Fidesz 5-ös számú pártakönyvének tulajdonosa bejelentette, hogy, idézem, kilépek az evangélikus egyházból, s miután mindig a katolicizmus vonzott, katolikus leszek. Ez még nem nagy ügy, még akkor sem, ha az 5-ös számú pártakönyv tulajdonosa a szeretet áldásától eltelve hülye papnak, továbbá gazember papnak nevezte azt az evangélikus lelkészt, lelkész és nem pap, kisapám, úgy bizony, gyakoroljuk csak, tehát lelkész és nem pap, aki nem a Fidesz szája íze szerint prédikált húsvétkor, és hasonló kifogásokat emelt az evangélikus elnök püspökkel, Gáncs Péterrel és Fabinyi Tamás püspökkel szemben. Eközben az egyik beszélgető társ, a Pártállami Idők Népszabadságának pártrovat publicistája és a Munkásőr című lap állandó szerzője, Bencsik András, kitörő lelkesedéssel köszönti az 5-ös számú pártakönyv tulajdonosát a katolikusok között, és arról biztosítja őt, hogy idézem, a lelki békédért imádkozott. Közben másik beszélgetőtársa, legyen elég annyi, hogy Lovas István a neve, gúnyos mosolja a prostatája, hogy Ferenc pápa nem ért a teológiához, az 5-ös számú pártakönyv tulajdonos pedig kijelenti, hogy Ratzinger személyében először mondott le pápa, amihez Bencsik kolléga egy kis szeretetteljes buzizás örvén, vonat Gabriellát emlegetve, hozzáteszi, hogy két pápánk van, ilyen még nem volt, hogy aztán az 5-ös számú pártakönyv tulajdonosa hazugsággal vádolja meg az evangélikus papot, ismét papot, és nem lelkész. Na, mondd utánam, lelkész? És aláhúzza, hogy a 10 parancsolatban is benne van, hogy ne hazudj.
Nincs abban semmi újdonság, hogy az ötös számú pártankönyv tulajdonosa, mint a koszos zokniát, úgy cserélgeti meggyőződését és hitét, ezt már korábban többször is megtette. Új és feltétlenül szokatlan, hogy saját egyházával nem dogmatikai alapon gyűlt meg a baja, hanem az aktuál politika tette hitehagyóvá. És miközben megtudhattuk, hogy Ferenc pápa nem ért a teológiához, hiába lett a magasan legképzettebb rendnek, a jezsuitáknak a tartományfőnöke, hiába filozófiai és teológiai licenciátus, hiába tanít irodalmat és pszichológiát, stb. Ő nem jó teológus, mondja Lomas. Ám a remek teológus, az ötös számú pártakönyv tulajdonosa, a többi remek teológus gyűrűjében az evangélikus lelkészt papnak nevezi, többször is. Aztán kijelenti, hogy a ne hazudj a 10 parancsolatban is benne van, holott egy felét van benne, semmilyen nincs benne a 10 parancsolatban, nem véletlenül is, most nem fejteném ki, miért nincs. Viszont csak jelzem, hogy a 10 parancsolatban benne van, hogy ne lopj, amiről a cimborai el szoktak feledkezni. És benne van, hogy ne tégy hamis tanúságot, amiről szintén hajlamosak a haveri körben elfeledkezni. Aztán azt is mondta, ugye, az ötös pártakönyv tulajdonosa, hogy először mondott le pápa, holott dehogy először. A lemondott pápák sorában 16. Benedek volt az 5. 9. Benedek, 6. Gergely, 5. Celesztin, 12. Gergely és 16. Benedek. A pápa lemondását a Codex Iuris Canonici teszi lehetővé. Ami pedig az egykori munkásőr cikkszerző mély történelmi ismeretet illeti, miszerint két pápánk van, ilyen még nem volt, holott mindössze egy pápánk van, ilyen már volt. Nyugtassuk meg a mélyen katolikus bencsiket, hogy bizony előfordult, hogy két pápánk volt, és nem csak az Avignoni időszakban, de semmi baj, ilyen rohadt bizonyára nem volt a szép emlékű munkásőrben. Ami a hitükhöz hű, elkötelezett, teológiában jártas keresztények, s ím az ötös számú pártakönyv tulajdonosa, amit hezitál, kilépjen az evangélikus egyházból, s katolikus legyen, ám de Ferenc pápát nem lelkész pápa is utálja, mint hogy Ferenc sem az ő pártjának mozgalmi indulóit zenekezi. Mit tegyen hát? Két ötletem is van a számára. Lépjen be az orosz pravoszláv egyházba, amely az ibádott Putyin fejének szolgál alátétéül, és amelynek előző és mostani pátriárkája pompás KGB kapcsolatokkal rendelkezett és rendelkezik. Az ötös pártakönyv tulajdonosa remekül és otthonosan fogja köztük életet. A másik testhez álló ötletem számára az izmaili szekta. A szekta mindenkori vezetője, Aga Kán, egyszerre főpap, a világ egyik leggazdagabb vállalkozója és politikai vezető. Ugye ismerős? Testének súlyát évenként lemérik, és a mérleg másik serpenyőjébe annyi aranyat tesznek, hogy a mérleg egyensúlyba kerül. 1950 után már nem aranyat, hanem gyémántot helyeznek el a mérlegen, ugye? A vagyon egyébként átláthatatlan, és a családfő korlátlan rendelkezési jogkörrel bír. Ugye? A vagyon döntő része svájci bankok diszkrét trezorjaiban nyugszik, mi a fene ismerős. A vallás pedig, és ez itt a lényeg, ez expressis verbis politikai és gazdasági tényező. És ha Bencsi imádkozik a lelki békéjéért, ne aggódjon, én majd davenolok életben.
karányi üzenetet küldeni? Lehet? Itthon vagy. Oké. Ez a két rövid üzenet lenne. Az első, tényleg rövidek, az első nagyon furcsa barátomnak, akivel furcsa volt a kapcsolatunk, nagyon-nagyon szerettük egymást, tiszteltük egymást, nem jártunk sokat össze, összejárogattunk bulikon rendszeresen, hosszan beszéltünk telefonon, minden alkalommal, ezek ilyen egy órás, másfél órás telefonok voltak, és minden telefonbeszélgetés, ami úgy kezdődött, hogy én így remegtem és hörögtem, és a végén röhögve tettük le a telefon. Rettenetesen hiányzik ez a barátom, amúgy Eszterházi Péternek hívják. 2018. július 17-én született ez a bejegyzés. Bencsik András szubtilis, megállapítása szerint Eszterházi manírista író volt, és kiderülhet majd, hogy Döbrentei Kornél sokkal jobb volt nála. Hát nem is tudom. Minden esetre most még elülül a manírista, hátul meg a krümpli fejű barátja. A másik üzenet az egy családi üzenet lenne. Valahova távolra az apámnak. Karinti halálának 80. évfordulójára írtam ezt. Apám jól ismerte a Karinti családot, gyerekkorában együtt nyaraltak, jó barátja volt Karinti Gábor, a zseni, a szomorú sorsú zseni. Ez a Karinti halálának 80. évfordulójára készült. Most, hogy halálának 80. évfordulóján emlékeztünk Karinti Frigyesre, közé teszek egy eredeti karinti kétsorost, amiről eddig igen kevesen tudhattak. Apám még hárman voltak testvérek, és többször is együtt nyaraltak Siófokon a karinti csapattal. Apám gyerekkori barátja volt a vele egyidős Karinti Gábor, akiről igen sok történetet mesélt. Egyszer, amikor apám és két nővére nem akart időben hazamenni, Karinti az alábbi két sorost alkotta meg. Gyertek haza, Gáborok! Jó anyátok háborog. Nem gondolom, hogy a fent közölt kétsoros irodalom történeti értéke oly fontos lenne, ám számomra az. Karinti miatt is, apám miatt is. Thank you.
kell mondanom a Trifót. Mielőtt elfelejtem. Akartam, még a kutyákhoz tartozott volna. Csak a fajta tiszta, meg a Thomas Mann féle kutya miatt össze. Légy szíves, erre fordulunk, hanem. Igen, most látjuk a pont. Tehát. Baszki. Baszki. A baszki... Nem csúnya, nem mondod csúnyát. Tulajdonnév. Tudjuk. Tulajdonnév. A baszki káromkodás vagy valamiféle eufemizmus. Ott egy plakát kiáltott a baszki előrehajolva a sofőr válla fölött. A felirat Banksy állandó kiállítását hirdette Torontóban. A plakáton a helyszín. Megvan, tehát STJ-k utazásának célja, Baszki, a kisvonatozó Orbán Viktort, írnám magyar miniszterelnököt, de nehezemre esne. Tehát Orbán Viktort ábrázoló remek művét becsempészni Banksy képei közé. Kár, hogy a festékszórás kivitelezhetetlen. Az elképzelés egyszerű volt. Esti eltereli a teremő figyelmét, amíg Baszki felerősíti a stencilezett alkotást a többi közé. Az eljárás, hamisítás, csempészés Banksytól sem idegen, kiakasztotta már saját monalizáját, sárga smiley arccal ábrázolva a Louvre-ba is. Estének fogalma sem volt Banksy kilétéről, míg meg nem látta az elhíresült falfestményt a budapesti utcán. Utána olvasott, és kiderült, az inkognitóban alkotó művész a street art talán legjelentősebb figurája. Antikapitalista, szívesen szöszölnék itten a múzeum kiáratánál található Banksy-s bögrét, pólót, baseball sapkát árusító antikapitalista ajándékból feloldhatatlannak tűnő önellentmondásával, ha emellék szólam nem torzítaná diszonáns felhangokkal akaratom ellenére fogalmazásunk üzenetét. Tehát Banksy politikai aktivista műalkotásainak üzenete félreérthetetlen. Banksytól egy lépés a Budapesten alkotó két farkú baszki. Bár a hatalom rövidre szabta az eredeti festmény élettartamát, dühötten lemeszelve a műalkotást, a művészet kritikába ágyazott kultúrpolitika ellenkező hatású lett, a stencil art legvisszhangosabb hungarikuma időtállóvá, világhírűvé vált. Minden terv szerint sikerült, Baszki akadálytalanul valósíthatta meg elképzelését, a Banksy kiállítás egy eredeti baszkival gazdagodott. A felcsúti kisvasút meg lett hosszabbítva Torontóig. Ez gyönyörű, mert akkor én felolvasok ehhez egy hasonló, ezzel abszolút párhuzamos kis történetet. Bocsánat, ugye? Csak párhuzamos történeteket tudunk egyébként felolvasni, ezt én tudom. Ugye, igen, Plutarkhosz után, meg Nádas Péter után. Ugye arról van szó, hogy itt Amerikába ugrottunk át egy picit, Észak-Amerikába, Torontóba, Kanadába. Hát azért az amerikai kontinensen vagyunk, és közben ugye Orbánra is hivatkozva hallottuk a szöveget. Nekem is van egy ilyen komparatisztikám, Trump-Orbán komparatisztika, 2016 novemberéből. Az egészet egy 2016. október 25-én a New York Times hasábjain megjelent cikk is lette. Hát így szól. Talán többen emlékeznek arra, amikor Lévai Anikó annak illusztrálására, hogy férje mennyire nem tud veszíteni, elmesélte, hogy egyszer egy közös síeléskor versenyt rendeztek, ahol Orbán csak a második lett a felesége mögött, ám a miniszterelnök elintézte, hogy külön férfi és női kategória legyen, hogy ő is nyerhessen, és ne az asszony mögött legyen második. Nos, mint azt a New York Times 2016. október 25-i száma közli, Ivana Trump elbeszélése nyomán, Trump még csak udvarolt első feleségének, a cseh származású Ivánának, és egyszer elvitte őt síelni. Trump nem tudta, hogy Ivána korábban a cseh olimpiai síválogatott kerettagja. Gyorsan lecsúszott egy kisebb lejtőn, majd nagy pofával visszaír, ordított. Ne félj, baby! Come on, baby! Csúsz le, te is, baby!
Fán neki lendült, csinált egy-két ugrást, kis forgást a levegőben, és befejezésképpen párszor megkerült az állat. Framp erre olyan dühös lett, hogy lekapta a síbakancsát, odavágta, és visszament egy étterembe pijálni. Most Trump telefonon meghívta Orbánt az Egyesült Államokba. Biztosan síelésről beszélgetnek. Aztán elmennek piálni, ahol Orbán megtanítja Trumpnak a jó estét kívánok! Megjöttek a fehérvári huszárok, kezdett inókás. Csak nehogy kiderüljön Trumpról, hogy valamikor dalárdás volt, az jobban énekel Viktornál, mert akkor Orbán nagyon berág, és egy életre megsértődik. Nem lennék akkor Trump helyén. Hogy elmondja egyáltalán, hogy a könyv miért, és hogyan, és elkerülve persze az ilyen didaktikus könyvbemutatós cuccokat. És nem sikerült meggyőznöm, hiába kérleltem. Pedig szerintem nagyon... A professzor urak ugyanis feledékenyek. Tényleg, ezt megveszi, rögtön elfelejtettem. Biztos tetszen ki ismerni azt a régi viccet, nem? Amikor megy a műtét, már órák óta tart a műtét, szóval csak egyik asszisztensnő odaszól a orvos, mondja, professzor úr, ne arra sokáig tart még a műtét. A műtét? Hát nem boncolunk! Így felejtettem. De hogy viszont én ettől elfelejtettem, mit akartam mondani. Hogy igen, hogy a könyv mégis, tehát egyáltalán, hogy nekünk egy olyan könyvet kell olvasnunk, aminek az a címe, hogy nem félsz. Hogy mi arról beszélünk, hogy a Blanka, ugye ez az elején, hogy megtámadják, és hogy mi lesz egy 18 éves kislány sorsa, akit egy egész ország támad vagy véd. Hogy olyan helyzetbe kerültünk a fiatalságunk után 30 nem tudom évvel, amiről nem gondoltuk, hogy újra ugyanabban a helyzetben fogunk kerülni, és nem is szerettünk volna szerintem, hogy ennek nagyon komoly tétje van, hogy mi most például élőben közvetítjük, vagy felvesszük, vagy fényképezzük magunkat ilyen eseményekkor, és akkor a Facebookon például aggódnunk kell, hogy ennek bárkire valamilyen retorzió, vagy súlyos következménye lehet-e. Szerintem ez egy rettenetesen félelmetes, rettenetesen ijesztő helyzet. És én megtanultam
a professzor úr könyvéből, illetve tudtam is, meg a beszélgetéseinkből is tudom, hogy a kultúra, a tudás, az irónia, a humor, a szellem, az mind pajzs. És én nagyon szeretném, hogyha erről beszélnénk, hogy ez a pajzs tényleg létezik-e, hogy ez a pajzs lehet-e fegyver? Mert amíg én elbújok Gábor György professzor úr pajzsa mögé, addig lehet, hogy ez a pajzs engem megvéd támadásoktól. De ettől nem fog az én ellenségem felhagyni a háborúskodással. Hogyan lehet ebből fegyvert, Kovácson? Hogyan lehet a pajzsból fegyvert? Azt nem értem, hogy az a tudás, az a szellem, az intellektus, az a kreativitás, az az emberi teremtő erő, ami ezekből a szövegekből árad, és most bocsánat, hogy ezt az alkotó jelenlétében mondom, de nem tudom máshogy, mert hiszen itt ül. De hogy ez az erő hogy nem lehet, nem elégséges ahhoz, hogy engem megvédjen a Németh Szilárdoktól? Hogy lehetséges, hogy ez az erő nem söpri el azt a feneketlen ostobaságot, ami egyébként az én aspektusomból a másik oldal. És én erre vonatkozó szövegeket rendelnék most a professzor. Köszönöm, hogy szépeket mondtál róla, mondtad, hogy ezt nehezen mondod, hogy jelenti, te már gondolod, kimegyek és folytasd. Na most... Nem, azért mondtam, hogy aztán amikor én, akkor mondd el, hogy én milyen szépen zongorázom. Csak bocsánat, hogy... Ezért mondom, hogy... Ha megengeded, megtetszenek engedni, akkor felolvasom a könyv bevezetőjéből azt a két részt, ami hát talán erre valami válaszfélét ad. Az első résznek van egy alcím, az alcím, hogy összebúvó félelem. Az utóbbi idők leggyakrabban nekem szegezett kérdése az, hogy te nem félsz. Benned nincs félelem. Pedig tudhatnád, ezek mindenre képesek. Akkor hát tisztázunk néhány dolgot. Persze, hogy félek, mi több, tele vagyok félelemmel. Apa vagyok, európai polgár vagyok, magyar zsidó vagyok, rengeteg félteni és félnivalóm van. Már hogyne volna bennem félelem? Egy örök, szűnni nem akaró, a legutóbbi időkben folyamatosan erősödő, nyomasztó érzés, szívtájon, gyomor környékén, zsibbadó végtagokban. Tehát félek, van mitől, van kitől, van miért és van kiért aggódnom. De politikai félelem nincs bennem. Egyszerűen nem tudom, mi az. Nem féltem akkor sem, nem félek most sem. Nem akarom a sokat emlegetett bibói sorokat felmondani, az én esetemben ez nem is annyira átgondolt és nem is annyira tudatos. Kitől kellene félnem? Ezek tényleg mindenre képesek volnának? Egy frászt, korán sem képesek mindenre. Például a pokáért nem tudnak három Goethe verset megnevezni. Nem tudják, kinek a kadenciájával adja elő Gidon Krémer Beethoven D-dur hegedű versenyét. Segítek, Alfred Schnittke, na persze azt sem tudják, ki volt Schnittke. Nem tudják, mit keres egy szülés folyamatának kiábrázolása, táguló vaginával, sikoltó női fejjel, a Szent Péter Bazilika Bernéni készítette főoltára baldahint tartó bronz oszlopainak márvány talapzatán. Nem tudják, ki mondta, hol és mikor, hogy tollelege, s persze még latinul konjugálni vagy deklinálni sem tudnak. Vagyis mindarra képtelenek, ami nekem oly fontos, és ami az életemnek valódi értelmet ad. Mit tudnának tőlem elvenni? Nincsenek földbirtokaim, magánrepülőgépeim, milliárdos bevételeim, nincs mesés vagyonom, Stroman hálózatom, ám vannak szeretteim, van hitem, vannak elveim, és az egyik legnagyobb kincsem, amit szintén nem tudnak belőlem kiszakítani, hiszen egy vagyok vele, a magyar és a nyugati kultúra, az antik műveltség és a zsidó keresztény tudástár. A tudás archeológiája. Ezt az emberiség valódi ügyeire, értékeire és túlélésének biztosítékára
azaz a kultúra életben tartó hatalmas folyamára fikket hányó mostani zseb és fiók diktátoroknál és klientúrájuknál hatalmasabb zsarnokok és vazzalmusaik sem voltak képesek megszüntetni, ledúzerolni, földig rombolni és sóval behinteni, pedig köreikben rendre igény mutatkozott erre, újra és újra, fáradhatatlanul és mindenre elszántan gyürköztek neki. Óceánon innen és óceánon túl, valóságon innen és üveghegyen túl. Vagyis vannak félelmeim, nem is kevés, de cseppet sem tőlük félek. Azt csak szeretném. Féljenek tőlem ők, és azoktól, akikből táplálkozom. Homérosztól és Platontól, Dantétól és Rembrandttól, Shakespeare-től és Caravaggio-tól, Bachtól és Mahlertől, József Attilától és Eszterházitól, Thomas Manntól és Bartóktól, Borrominitől és Bergmanntól, Fellinitől és Gadamertől, Karintitől és Bulgakovtól, az Új és Új Szövetségtől, van rá elég okuk. És a végét, legalábbis annak egy részét, ebből a bevezetőből, ennek az a cím, hogy mama musivá avatottak. Molière urhatnám polgárára, Jourdain úrra gondolok, akinek tebérnek pénze van, és azt gondolja, voltak éppen majdnem helyesen, hogy pénzért mindent kapható. De ez csak majdnem igaz, valójában is. Mert egy dolog biztosan nem vásárolható meg, az, ami eredendően nincs meg a fejekben. Vagyis a tudás. Jourdain úr megtanulhat táncolni a tánctanár segítségével, megtanulhat vívni a vívómester igénybevételével, szerezhet magának nőt is, ha kedve tartja, de szellem és tudás nem eladó és kiárusításokon sem beszerezhető. És legalább Szokratésznek kell lenni ahhoz, ahogy megalázott és megnyomorított, mégis mindenre elszánt tanár, vagy megalázott és mindenre és megnyomorított, mégis mindenre elszánt tanárnak, hogy a tudás valamelyest átruházható legyen. Ám csak is pénzért, a semmi ellenében sohasem. A kultúra fényében való sütkérezés nem azonos a kulturáltsággal, s legjobb esetben is csak a kulturáltság látszatát kölcsönzi. Egy hatalmas látszatot, ami pillanatokon belül mulatságossá teszi annak kisszerű hordozóját. Így jár Jourdain úr is. Kiad egy rakás pénzt, aminek köszönhetően megtanulja, amit eddig is tudott, azt, hogy miként kell kiejteni az ú betűt, hogyan kell az ajkával szabályosan csücsörítenie, továbbá jó pénzért még azt is megkapja, hogy mama musivá üti. A szó legszorosabb értelmében tudni alaposan elpáholják, egy nem létező kitalált rangot és méltóságot nyerve el, egy nem létező kitalált közösségben. Semmivé változik, csak hogy önmaga ne legyen. Hát így. És ez az, ami napjaink pénzei zsákjait fenemód irritálhatja, bizony még akkor is, vagy kiváltképp akkor, ha közben mindent, mi szemszájnak, úgy értem az ő szemüknek és szájuknak ingere, azt pénzükért, vagy mások pénzéért már megszerezték. Stadiont, díszpáholyostól és kokaint, helikoptert és magánrepülőt, szállodasort és balatoni jachtklubot, mangalica telepet és senki földjén kinövő kastélyt, Svédországban kilőtt házi hálatot és vaskos végtagokat a saját lábon állás magasztos céljából. Ám szellem és tudás, humor és önirónia amott hiányciknek számít. Sőt, részükről teljesen érthető módon mostanra már egyenesen üldözendőnek, elpusztítandónak és kiiktatandónak. Maradt tehát a tudás, az értelem, a humor és az irónia fegyvere. Nem tiltott vegyi fegyverekről van szó, mint amilyeneket a szellem fent emlegetett hóhérlegényeinek legjobb keleti barátai alkalmaznak nyugati bevetéseken, legutóbb például ideggáz kiszerelésben, és nem is a tradicionálisabbnak nevezhető balta formájában, ami, ha úgy adódik, szintén megteszi, és úgy adódott, és meg is tette, de mindenből ebből is bizniszt csinálta. Emitt egy aljas hentes legényt jó pénzért, bőségért, keresztényi szeretettel kiárusítva, amott egy aljas hentes legényt muszlim érzülettel felmentve és nemzeti hírosszá magasztosítva. A tudás, az értelem, a humor és az irónia egészen más fegyver. Páncélozott hadosztályok, légierők, büszke tengeri flották elpusztíthatók, ám a szellemet nem lehet bekeríteni, kilőni, szőnyegbombázással megsemmisíteni.
és persze adminisztratív úton, hűséges cselédtörvénygyárral, egyeduralkodói utasítással és gazdagon premizált végrehajtói buzgalommal sem lehetséges betiltani, kiutasítani vagy gettóba kényszeríteni. Az egyetlen pajzs, ami tökéletesen védetté tesz. Na, hát miért is féljek tőlük? Meg annyi mamamusitól. Ja, a zene is pajzs.
azokra az emberekre, akik ilyesmit képesek Magyarországon csinálni, mint a Szocsoma, nagyon nagy szükségünk van. És Anikónak ma van a születésnapja.